Ez a Moszkva tér mai adása. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, a stúdióban pedig Stier Gábor, a moszkvatér.com főszerkesztője. Szervusz, üdvözöllek a műsorban. Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Vladimir Putyin Oroszország elnöke 36 órás fegyvernyugvást jelentett be a karácsonyra hivatkozva. Az ukránok meg azt mondták, hogy ez álszentség, és hogy egyébként is Oroszország bebizonyította, hogy gyilkolják az ukránokat, kegyetlenek, és ez egy cinizmus. Te mit vársz ettől a fegyvernyugvástól? Mi volt ezzel a célja Putyinnak, illetve egyáltalán mennyire valósulhat meg, ha például az ukránok, vagy szerinted egyáltalán az ukránok mennyire fognak partnerek lenni ebben a 36 órában? Semennyire, hogy a végén kezdjem. Tehát az ukrán reagálások egyértelműen azt mutatják, hogy hallani sem akarnak tűzszünetről. Amikor Putyin ezt bejelentette, akkor az volt az első gondolatom, hogy ebből nem lesz semmi. A második pedig az, hogy nagyon kiváló húzás, mind politikai, mind kommunikációs értelemben. Értem ez alatt a nemzetközi kommunikációt és a hazai, az orosz társadalom felé küldött üzenetet is. Tehát akkor, amikor Ukrajna demonstratívan december 25-ére helyezi át az idei évben, ezt már múltkori adásban is beszéltük, hogy az orosz ortodox egyháztól elszakadt ukrán ortodox egyház októberi döntése alapján a karácsonyt január 7-éről december 25-re tették át, még véletlenül sem akarnak az oroszokkal egy napon ünnepelni, akarják ünnepelni a karácsonyt. Tehát már ez mutatta azt, hogy ők egy január 6-7-i karácsonyi fegyverszünetet nem fognak betartani. Még egy dolog, én ezt január 1-én, illetőleg szilveszter éjszakáján gondoltam, meg posztoltam is, hogy ugye emlékszünk, hogy Makijivkában volt ott egy ilyen új évköszöntő az ukránok részéről, hogy cinikusan fogalmazzak, mert sajnos nagyon sok a halott. Akkor biztos voltam benne, hogy igen, biztos, hogy az ortodox karácsonyra is az ukránok készítenek valamit. Tehát hagyományosan az ukrán fél a dátumokra... Ez talán az oroszok és az ukránokra is igaz, nem? Hogy a szimbolikus dátum. A jeles dátumokat, szimbolikus dátumokat úgymond megjelöli ilyen akcióval. Ez inkább az ukrán felet jellemzi egyébként. Tehát... Ez az egyik része, hogy több jel, több tény az ellen szólt, hogy az ukránok itt egy ilyen tűzszünetben partnerek legyenek. Azt egyébként meg kell jegyezni, hogy az a magyarázat, amit az ukrán fél és a nyugatiak is most indokként elmondanak, ez elég silány. Ez elég silány, és akkor innentől vissza pörgethetjük a dolgokat, hogy miért is rendkívül jó húzás Putyin részéről, hogy bejelentette ezt a tűzszünetet. Ugye ne felejtsük el, hogy ezt Kirill pátriárka vetette föl, és ebben ennek a lényege az, hogy nem csak a pápa, nem csak Ferenc pápa, hanem akkor az orosz ortodox egyház is a béke mellett van, az az orosz ortodox egyház, ebben azért igazuk van az ukránoknak, az az ortodox egyház, amelyik az elmúlt 11 hónapban, hogy mondjam, inkább a hazafias hevületet táplálta sem, mint a béke felé lökte az eseményeket, de az egyházaknak alapvetően az a feladatuk, hogy inkább egy ilyen helyzetben a békét, az életet, az élet értékét hangsúlyozzák ki. Tehát ilyen értelemben is, itt elsősorban a hazai társadalom, az orosz társadalom felé ez egy jó üzenet, hogy ki kezdeményezte. A nemzetközi térben egyértelmű az, hogy Vlagyimir Putyin most már ugye jó 2-3 hónapja folyamatosan az orosz fél azt hangsúlyozza, hogy készek az érdemi tárgyalásokra, hangsúlyozom az érdemi tárgyalásokra, tehát nem arra, hogy az ukrán fél azt mondja, hogy össze kell csomagolni, bőröndöt, mindent, és akkor kivonulni, és akkor utána tárgyalhatunk. Tehát ez szembe megy a reálpolitikával, a realitásokkal.
És ennek a folyamatnak a része az is, hogy a tűzszünet. Ugye nagyon sokat beszéltünk, hát én is írtam erről, beszéltünk is, hogy még az első világháborúban karácsonyi tűzszünet volt, és most még az sincs. Tehát nem csak az orosz társadalomban, erről majd később beszélünk, nem csak az orosz társadalomban, hanem általában a világban, és ez egy teljesen normális emberi vágy, emberi érzés, hogy igény van a békére, a stabilitásra, a biztonságra. Tehát ezt jelen pillanatban, hát Ferenc pápa, most éppen Kirill pátriárka csatlakozott ehhez, és azért csendesen megjegyzem, hogy Orbán Viktor szokta ezt emlegetni, és áll a béke pártján. Tehát lehet azon vitatkozni, hogy most milyen béke legyen, hogy legyen a béke, de ott kezdődnek a dolgok, hogy például karácsonykor, a szeretet, a megbékélés napján legalább tűzszünet van. Tehát erre az ukrán fél normális választ nem tud adni. Nem is sokat gondolkoztak rajta, hogy meg alátámasszák az elutasítást. De lehetett hát, amivel volna azt mondani, hogy oké. Lehetett volna. Tehát az három nap szünet. Hát ez 36 óra, másfél nap. Tehát ez az egész szimbolikus. Ez egész szimbolikus, és azok az érvek, hogy miért lehetett volna, azok az érvek, hogy ez alatt az oroszok átcsoportosítanak, ez alatt, meg enélkül is mindenki át tud csoportosítani, ez az egyik oldal, akkor átcsoportosítást meg egyébként sem lehet végrehajtani. Tehát akkor átcsoportosítást, hogy az most azonnal megváltoztassa a hadi helyzetet. Tehát, amit Putyin is említett ekkor, hogy biztosítsák azt például, hogy akár a katonák, akár az ott élő emberek a templomokba elmehessenek. Tehát ez annyira szép, amennyire nem szép a 21. század jelen pillanatban, tehát éppen ezért nem is volt sok realitása. De még egyszer hangsúlyozom, azért ennél racionálisabb, komolyabb érveket várnék el, mondjuk az ukrán féltől, és mondjuk az őket támogató, Joe Bidentől és a nyugati politikusoktól is. Szerinted a gyakorlatban ez hogy fog kinézni, ez a 36 óra? Az oroszok semmit nem csinálnak akkor sem, hogyha az ukrán nem, például... Nem, azt rögtön az elején mondták, hogy amennyiben támadás éri őket, ők visszalőnek. Tehát én arra számítok, hogy az oroszok nem fognak kezdeményezni. Tehát a következő 36 órában, mostantól egyébként... már mivel ez moszkvai időre vonatkozik, ez már életbe lépett. Tehát az orosz fél nem fog rakétatámadásokat indítani, nem fog semmilyen támadást indítani, viszont ha lehet, akkor még fokozottabban figyel arra, hogy mit lépnek az ukránok, és választ fog adni abban az esetben, hogyha az ukránok lőnek. Tehát az egyértelmű. Tehát én, ahogy az előbb említettem is, nem várok fegyvernyugvást, tehát az ukrán nyilatkozatok alapján valamiféle ukrán aktivitást várok ugyanakkor. És hol? A leglogikusabb véleményem szerint az lenne, hogyha az ukrán gondolkodást próbálom megfejteni, hogy orosz területre lőnek. Mint a közelmúltban az ez a boldog karácsony. De igen, visszacsatolt orosz területre? Nem, vagy nem első lépésben én arra gondolok, hogy jelenlegi orosz területre, vagy hagyományos, tehát a február 24 előtti orosz területre. A második pedig, a lehetőség pedig az, hogy az Ukrajnából elfoglalt, elcsatolt területeket lövik. Tehát Kijev át fogja gondolni, és Washington is, hogy most a gyakorlatban, a retorikában láttuk, hogy milyen választ adtak, egyértelműen elutasító választ, de hogy a gyakorlatban közben milyen lesz a válasz. Tehát, hogy nagyon durva vagy ilyen tessék-lássék. Ezt én most jelen pillanatban nem tudom eldönteni, valamire mindenképpen számítok. Tehát az, hogy az orosz békeszándék hangsúlyozása, itt hiába ez a kommunikációs, információs háborúban
egyértelműen jó lépésnek számít, és hiába mondja azt a másik fél, hogy hát ez az egész álszent dolog, és hogy mi van mögötte. Hát igen, nagyon jól tudjuk, hogy folyik egy információs háború, az információs háborúban is jó lépéseket kell tenni, jó arcot kell mutatni, és azért most gondoljunk bele, hogy a világban az emberek többsége mit mond egy ilyen beterjesztésre? Igen, az a normális emberi reakció, hogy azt mondják, hogy igen, igaza van Vlagyimir Putyinnak, legalább karácsonykor hallgassanak a fegyverek. Tehát minden, ami ennek ellentmond, az a normális emberi viselkedés ellen szól. Lehet ezt mondani, hogy ez csak kommunikációs fogás, igen, de akkor is az én véleményem szerint az lett volna a jobb válasz, hogyha Ukrajna ebbe belemegy, és így nem adja föl a labdát Oroszországnak, nem adja föl a labdát Moszkvának. Azon gondolkodtam, hogy ez az egész fegyvernyugvás, ez vajon a frontra vonatkozik, vagy ilyenkor megszűnnek a rakétatámadások ugye Kijev fölött a nagyvárosokban, és majd úgy is fogunk beszélni a lakosságnak a hozzáállásáról, elsősorban a hátország, tehát Oroszország lakosságának hozzáállásáról, de talán az ukrán lakosság szempontjából is érdekes lehet, hogyha megszűnnek a rakéták, a légiriadók, akkor érezhetnék ebben a 36 órában, hogy akár így is élhetnénk. Egyértelmű érezhetnék, tehát én biztosra veszem, hogy a rakétatámadások, a kritikus infrastruktúra támadása az erre a 36 órára biztosan ezt felfüggesztik. Uh-huh. Ez egyértelmű. Tehát most mindent felfüggesztenek, mindent felfüggesztenek a frontokon, sem lesz orosz aktivitás, ugyanakkor mindenre válaszolni fognak. Bakhmutban sem fognak most. Tehát ők most nem támadnak. Egyébként is azért emögött az is van, annak a sugallása is, hogy Oroszország nem egyszer kijelentette, úgy is cselekszik, hogy úgy érzi, hogy van ideje. Nem kell rohannia. Ebbe a nem rohanásba belefér 36 óra tűzszünet. Lehet, főleg úgy, hogy ez ennek milyen kommunikációs hozadéka van. Ugye Erdogan török elnök volt az, aki szorgalmazta is, hogy legyen tűzszünet, és hogy ez a 36 óra, ez elhozhatja azt, hogy olyan jó volt ez a tűzszünet, tartsunk még plusz 36 órát, vagy ez teljesen... Nem, tehát azt én már naivitásnak vagy tartom. Vagy utána inkább pont, hogy megindulnak a... Minden folytatódik ott, ahol abban maradt. Tehát az, hogy meginduljanak intenzívebben a támadások, az nagyon sok mindentől függ. Erről már beszéltünk többször, hogy függ az időjárástól. Igen. És jelen pillanatban plusz 10 fokban a talaj nem alkalmas arra, hogy a nehéz fegyverzet nagy számban ott mozogjon. Ez az egyik. A másik az, hogy az orosz oldalon még a mozgósított létszám teljes egészében nem érkezett be a front. Tehát egyelőre nem alkalmas az idő egyik, meg másik oldalon sem a támadásra, mert Ukrajna, meg ahogy Oroszország északról és keletről, valamint a Donbaszban várhatóan támad, úgy Ukrajna elsősorban Zaporizsja környékén, Melitopol, Krím irányába tervezi a támadásokat, támadást. Egyik oldalon sem alkalmas rá, sem a terep, sem az például az, hogy Bakhmutnál nagyjából 30 ezer ukrán katonát kötnek le az ottani harcok, tehát az mind hiányzik, mondjuk, vagy nagy része hiányzik Zaporizsja környékéről, hogy folyamatosan kell beküldeni az utánpótlás, mert én úgy látom, hogy nagyjából, hogy inkább az ukrán félen oldalon szed több áldozatot az ottani háború, ottani harc. Hogy ha számokat kéne mondanom, akkor azt mondom, hogy 1-3 a halottak, az áldozatok száma ott Bakhmut környékén. Tehát minden ott fog folytatódni, és most úgy tűnik, tehát a meteorológiát nézve, meg minden egyéb tényezőt nézve, hogy valahol január vége, február környékén lehet egy nagyobb támadás. Lehet, nem biztos, de akkor addig, ha ilyen lesz az időjárás, és azt mondják, hogy nagyjából ilyen lesz, akkor nem várható nagyobb támadás. Tehát
Azért meg kell jegyezni azt, hogy nem csak Erdogán beszélt erről, üdvözölte az ENSZ főtitkára a karácsonyi tűzszünet ötletét, és éppen ezért ez mondhat bárki bármit, ez a válasz a nyugati, illetőleg az ukrán oldalról nem jó. Tehát ez nem erősíti a pozícióikat. Ez azért furcsa egy kicsit, mert egyébként a kommunikációban, az információs háborúban az ukrán-nyugati oldal általában jobban szerepel, egyértelműen jobban szerepel, és kevesebb hibát szokott véteni. Akkor az most azt jelenti, hogy ebben a kommunikációs versenyben viszont Oroszországnak sikerül jobban maga mellé állítani a világ közvéleményét? Hát ilyen egyértelműen nem fogalmaznék, mert a világ közvéleménye ugye, vagy nagyon sokan fogalmazok úgy, nagyon sokan teljesen mindegy, hogy mit csinál Oroszország, Oroszországtól semmit nem fogad el. Nagyon sokan vannak úgy, főleg Nyugat-Európában. Ugyanakkor a társadalom semlegesebb részében, mind nyugaton, Európában, vagy mind nyugaton, mind pedig az úgynevezett nem nyugaton, ez támogatásra talál, egy ilyen javaslat támogatásra talál, és valamelyest javíthatja Oroszországnak az imázsát. De azért tegyük hozzá, hogy Oroszország imázsa jelen pillanatban a nyugati világban egyértelműen nagyon mélyen van. Na akkor most beszéljünk talán az orosz társadalomnak a helyzetéről. Ugye Ukrajnáról sokat beszéltünk meg arról, hogy milyen veszteségeket szenvedett Ukrajna, de mi a helyzet az orosz társadalommal, hiszen azt azért elmondják, hogy egy háborúhoz mindig szükségeltetik a hátországnak az erőssége is. Igen, tehát ez nagyon-nagyon fontos, és a mostani tűzszüneti javaslat nem csak a világnak szólt, hanem az orosz társadalomnak is. Az orosz társadalomnak olyan értelemben, hogy azért egyre növekszik a szorongás, az aggodalom, a bizonytalan jövő miatti tétovaság, emellett az elfáradás is erősödik. Tehát az orosz társadalom is teljesen természetes módon támogatva a háborút, mert a többség továbbra is támogatja a háborút, azért van benne egyfajta stabilitás, béke iránti vágy. Tehát ezek természetes emberi érzések, és mindaz, ami ez a bejelentés, ez válasz lehet a január 1-i makiivkai ukrán támadásra is. Tehát ahogy január 1-én, éjfél után egy perccel sokkolta az orosz társadalmat, hát az a nagyjából jelen pillanatban 100 orosz katona elvesztése, plusz még egy nagy, legalább ennyi sebesült. Arra most válasz lehet az, hogy azért mi békét kötnénk, mi tűzszünetre is hajlandók lennénk, természetesen nem minden áron. Tehát a béke ígéretének, a béke lehetőségének a megvillantása, tehát ott a fény az alagút végén, ez megnyugtatólag hathat az orosz társadalomra. Egyértelműen megnyugtatólag hathat, főleg, mondom, Makiivka után. Egyébként itt zárójelbe hadd jegyezzem meg, hogy erről kevesebbet beszél a világ, hogy rá egy napra azért volt egy druskovkai jégcsarnok elleni támadás is, egy választámadás, ahol ugye az ukrán kommunikáció, na most itt kivételesen nem szeretem ezt a szót, mert most annyira lejáratták, propagandát említenék. Azt mondja, hogy két halott volt, viszont az a képek alapján látszik, hogy tele volt matracokkal a jégcsarnok, a sportcsarnok, és orosz források szerint több mint 150-en halhattak meg ott. Tehát meg látszik ez a válasz, tehát ez a támadás és válasz az oroszok részéről, hogy általában mindig próbálnak arányosan, vagy hogy mennyire arányosan, az jó kérdés, arról inkább te beszélj, de hogy mindig
adnak választ, hogyha őket éri valami, akkor arra adnak választ, és egyébként meg van egyfajta forgatókönyvük azzal kapcsolatban, hogy hogyan zajlódjanak a hadműveletek, de hogyha a Kercsi hidat felrobbantják, akkor arra jön a válaszként a Kijevnek a rakétázása, hogyha egyébként történik január 1-én egy ilyen támadás, akkor másnap egy jégcsarnok, tehát hogy valami fajta ilyen arányos választ én mégiscsak érzek ebben. Egyértelmű, tehát az elmúlt 11 hónap tapasztalatai azt mutatják, hogy válaszok mindig vannak, közvetett vagy közvetlen, tehát ez egyértelmű. Tehát Oroszország nem hagyhatja válasz nélkül az őt ért csapásokat, nem hagyhatja az orosz társadalom miatt sem, tehát a hátország stabilitása, nyugalma, megnyugtatása miatt sem. Ez az egyik oldal, a másik pedig az, hogy ilyenkor azért a másik oldalnak, az ellenfélnek, az ellenségnek is üzennek, hogy jó, tehát lehet ezt meg azt csinálni, de akkor számítsanak arra, hogy kemény válaszokat fognak kapni. Tehát ez valahol logikus, látszik, tehát ilyen a háború. Tehát az, hogy válasz nélkül idáig nem hagytak semmit, és nem is fognak, én úgy látom. Visszatérve az orosz társadalomra, hogy azon túl, hogy ezt a háborút elvileg ugye Oroszország vívja Ukrajnával, és tudjuk azt, hogy kivonultak nyugati cégek Oroszországból, de hogy ők tapasztalnak bár, és azt is még egy gondolat, ilyen nagyon közhelyes lesz, de mégis igaz, hogy Oroszország nagy, de hogy ők tapasztalnak bármit a saját bőrükön abból, hogy háború zajlik Ukrajnában, mert az ukránok tapasztalják a saját bőrükön. De ehhez képest mi a helyzet az oroszokkal? Még egy mondat erejéig a tűzszüneti javaslathoz. Például az orosz blogoszféra, a katonai tudósítók, fogalmazhatok úgy, hogy a háborús párt egy része, vagy ilyen kommunikációs arca, ugyanúgy fölháborodott a javaslaton, mint az ukránok. Ők azért, mert hogy lehet ilyet tenni, hát az ukránok akkor most átcsoportosítanak meg mindent, tehát győzni kell, nem pedig tűzszüneti javaslatokkal előállni, tehát orosz oldalon is vannak ilyen hangok. Ez egyébként kisebbség szerinted? Jelen pillanatban kisebbség, tehát a társadalom csendes, döntő többsége igazából valójában egy békére, nyugalomra vágyik. Mint ahogy említettem, nem úgy, hogy háború ellenes lesz, de valahol titokban reménykedne, hogy egyszer majd csak véget ér az egész, mint ahogy sokkolta is őket az, hogy kirobbant, hogy megkezdődött ez az invázió. Az oroszok, ahogy nevezik, ez különleges katonai művelet, egyébként egy háború. Tehát sokkolta az oroszokat ez az Ukrajna ellen indított invázió, és hogyha visszatekintünk az elmúlt, most már tényleg lassan 11 hónapra, akkor azt mondhatjuk, hogy az első sok az volt egy ilyen 2-3 hónap, és úgy május környékén, nyár elejére beállt egy nyugalom, tehát a társadalom megkezdett megnyugodni, hozzászokott a helyzethez, és a kérdésre, hogy miért van ez, mert úgy látták, úgy érezték, hogy ezt a háborút valahol Oroszország perifériáján, valahol messze önkéntesek és hivatásosok viszik. Tehát, hogy az orosz társadalmat úgy nem érintette meg. Nem érintették meg a szankciók sem, friss felmérések alapján, decemberi felmérések alapján, és itt még azt is hangsúlyoznám, hogy a külföldi ügynökként megbélyegzett Kreml pártisággal nem vádolható Levada központ felméréséről beszélek. A társadalom 81%-a úgy válaszolt, úgy érzi, hogy igazán nem érintette őt érintették a szankciók. Tehát nem érintették a szankciók, és alapvetően nem érintette meg olyan mélyen a háború sem. Sőt, nagyon felszínesen érintette meg. És itt van egy változás, szeptember. Szeptember a részleges mozgósítás. Akkor az orosz társadalmat ez sokkolja,
a televízióból a családokba beköltözik a háború, közel hozza a háborút. De miért ez még mindig csak 300 ezer ember? De maga a lehetőség, hogy annak lehet, a lehetősége, hogy most csak 300 ezer, de potenciálisan bárkit behívhatnak. Ráadásul rengeteg hibát elkövettek. A listák nem voltak rendesek, tehát össze-vissza ment, behívtak, akit nem kellett volna, rossz volt a kommunikáció. Ez tovább fokozta a bizonytalanságot, és tovább erősítette azt az érzést, hogy lényegében itt bárkit behívhatnak. Tehát itt volt a társadalomnak egy szűkebb része, összesen nagyjából 700 ezer ember, már elhagyta az országot, a hatalom engedte. Tehát nem zárta le a határokat, elengedte őket, itt zárójelben megjegyezném, hogy hiányoznak ezek az emberek, mondjuk az IT szférából, a munkaerőpiacról, de politikai értelemben a Kreml úgy fogja föl ezt a dolgot, hogy hát... Elment az ellenzék, vagy... Elment az ellenzék, de a potenciális tüntetés, tehát a tüntetni, potenciálisan tüntetni vágyók, vagy tüntetni akarók, azok elmentek az országból, tehát maradt a Kreml párti többség, a tömeg. Tehát nagyon érdekes az, hogy szeptembertől novemberig, amíg a mozgósítási kampány zajlott, a társadalom hangulata hektikussá vált, megerősödött a szorongás érzése, fölment 70%-ra. Tehát ez volt az első számú vagy érzés az orosz társadalomban a felmérések alapján. A jövővel szembeni, a saját léttel szembeni tervezhetetlenség és bizonytalanság. Tehát aztán novembertől megint csak van egy megnyugvás, tehát itt a mutatók romlanak, és utána decemberre megint visszaállnak az augusztusi szintre. Például mondok egy példát, hogy a társadalomnak augusztusban 67%, a decemberben 63%, tehát olyan nagy különbség nincsen, úgy véli, hogy jó irányba haladnak a dolgok. Tehát ez is mutatja azt, hogy nem a háborút, nem a különleges katonai műveleteket utasítják el, hanem... Hogy nekik kelljen menni harcolni. Ne nekik kelljen menni harcolni, és stabilitást, biztonságot szeretnének. Tehát, hogyha így azt szoktuk mondani, hogy február 24-ig az orosz társadalomra leginkább a hűtő és a televízió hatott, tehát a televízióban a propaganda, hogy mit súlykolnak, mit üzennek, a hűtő pedig, hogy milyen árak vannak, tehát hogy tudom megvásárolni, hogy tudok élni az életszínvonalat. Tudok-e mit vásárolni? Tudok-e mit vásárolni, és milyen áron tudok vásárolni. Na most ezt a kettőt most már fölülírja a biztonság érzése. Tehát az első számú érzés a biztonság, éppen ezért a szankciókkal, az életszínvonal minőségével nem foglalkoznak az oroszok. Tehát a nyugatnak az a számítása, hogy majd megbillen a társadalmi stabilitás, a Kremlel szembefordítják az orosz társadalmat, az nem jött be. Eljöhet még? Vagy van-e ezért, mert túl vannak? Nem látok erre jelen pillanatban esélyt. Tehát az orosz társadalomnak a 70%-a, az említett felmérés szerint, 70%-a úgy véli, hogy a 2023-as év is nagyon feszült lesz. Nagyon feszült, ugyanakkor nem gondolják azt, hogy, és a háború is kitart, akár az egész évben, de nem gondolják azt, hogy ez most olyan tragikus és megrázó lenne. Még egy nagyon fontos dolog, a megkérdezettek több mint fele úgy véli, hogy a 2022-es év, ez nagyon-nagyon fontos szám, a 2022-es év olyan közepesen nehéz volt. Hangsúlyozom. Ez a saját életük szempontjából. A saját életük szempontjából. Az ország számára nehéz volt, kiemelten nehéz volt, de a saját életük szempontjából olyan közepesen. Tehát a 90-es évek elejét, 2015-öt, vagy 1998-as pénzügyi válságot, vagy a 2008-9-es pénzügyi válságot nehezebb évként úgy emlékeznek, hogy sokkal nehezebb volt.
tehát nehezebben élték meg, az emlékezetben azok keményebb, rosszabb évek ugye voltak, mint a 22-es. Ez nagyon fontos, nagyon egy érdekes. Európai embert, hogy hogy élte meg a 2022 infláció, bérek, stb. Szempontjából, akkor lehet, hogy más matek jön neki. Ebből azért az is látszik, hogy az orosz társadalom az jobban bírja az ütéseket. Tehát itt még nem is volt Európában, nem is közeledett a tél, akkor nem tudtuk, hogy ilyen meleg tél lesz, legalábbis a tél eleje ilyen meleg lesz. Az európai társadalom már kétségbe volt esve, hogy mit hoz a tél, hideg lesz, pulóverben fogjuk átvészelni, mekkora problémák lesznek, mit hoz az infláció. Tehát az orosz társadalomnak az ütésállósága nagyobb. Tehát sokkal több válságot élt át. Ugyanakkor az is igaz, hogy az orosz társadalom is egyre jobban élt, tehát az nem mindegy, hogy mennyire változnak mennyire változik az életminőség, de itt megint csak egy nagyon fontos adalék ahhoz, hogy megértsük a dolgokat, hogy a szankciók, meg az egész háborús helyzet, ez elsősorban a felső réteget, így a szankciók, a szűk felső réteget érintette, és a középosztályt, valamint a legszegényebbeket. De az orosz vezetés, a hatalom a részben az alsó középosztályt és az alatti, tehát a réteget, tehát a széles társadalmi tömegeket kompenzálta nyugdíjemeléssel, segélyekkel, különböző szociális juttatásokkal, és az oroszok úgy élték ezt meg, hogy számíthatnak az államra. Ez az egyik része, a másik pedig az, hogy az állam mindent megtett és megtesz 2023-ban is azért, hogy a szociális biztonságot, stabilitást úgy, ahogy fenntartsa. És erre van pénze. Ne felejtsük el, hogyha a szankciókat említettük, akkor az európai várakozások vagy nyugati várakozások szerint több mint 10%-os orosz GDP csökkenéssel számoltak. Most pedig úgy tűnik, hogy egy ilyen maximum 3,5%-os lesz a GDP csökkenése, és most mondok egy adatot. Mondhatják azt, hogy ez hivatalos adat, és ennél biztos nagyobb, akkor majd hozzáteszem a magyar hivatalos adatot, és mindenki majd eldönti, hogy a boltban ugyanez van-e. Tehát az infláció mértéke Oroszországban 12%, Magyarországon hivatalosan 22 körüli. Tehát mindez egyértelműen mutatja, hogy a hatalom idáig tudta kezelni a szociális kérdéseket. Tehát van annyi pénz, jövőre is a GDP csökkenése, a gazdaság szűkülése várható, de már kisebb mértékben. Annak ellenére, hogy a különböző európai és nyugati szankciók miatt úgy 20%-kal visszaesett az év végére az olajkitermelés például, piacot kell találni a gáznak, olajnak Ázsiában, a világ másik részén. És lehet akkora piacot találni, mint amekkorát felvett az európai? Azonnal nem. Azonnal nem lehet találni, ezért van a kitermelés csökkenése, vagy legalábbis átmeneti csökkenése. Itt folyik egyfajta verseny. Európa és, itt külön kimondottan Európáról beszélek, Európa és Oroszország között, hogy Európa talál előbb alternatív energiahordozó forrásokat, vagy Oroszország talál előbb új piacokat a saját energiahordozóinak. Melyikre van nagyobb esély? Egyelőre a verseny eldöntetlen, mert Európa is elkezdett, különösen például az LNG, a gázpiacon, meg hát mozog az Egyesült Államok az arab világ felé. Nagy kérdés, hogy milyen áron. Tehát Európa hatalmas árat fog ezért fizetni. Az oroszok viszont bevétel csökkenéssel számolhatnak, most az olajára azért meg a gázára leesett a háború előtti szintre. Ugyanakkor, ha az egész évet nézzük, akkor
Oroszország növelte a bevételeit az energiahordozókból. A háború előtti szint volt a normális. Tehát az még azon normális. Is kerestek. Azon is kerestek. Akkor nyilván a háború alatt brutál sokat brutál kerestek. Sokat kerestek, és most is keresnek. Tehát amikor azt mondjuk, hogy leesett az ár, akkor az nem azt jelenti, hogy mínuszos az értékesítés. Nem. Tehát a most is nagyjából 10 dollárral fölötte van annak, ami az orosz költségvetésben a minimum, ami be van építve, hogy azon az áron, nagyjából a 40 dolláros áron az orosz költségvetés még rendben van. Tehát én azt mondom, hogy Oroszország kibírja, tehát a költségvetés is átmegy egy kicsit mínuszba a következő évre, utána a tervek szerint növekedni fog, tehát visszaáll a normál rend. Természetesen meg kell említeni, hogy a szankcióknak a csúcs technológia szempontjából, meg néhány ágazat tekintve van negatív hatása, még az erős negatív hatása, ezt Oroszországnak meg kell oldania. Ugyanakkor azt mondják az oroszok, tehát az orosz társadalom, és itt a 80%-ot említettem, 81-et, hogy nem érintette meg őket igazán, nem érintették meg a szankciók, és ebből 70% azt mondja, hogy a szankciók ellenére is folytatni kell a jelenlegi politikát, nemzetközi téren. A jelenlegi politikát. Ugyanakkor például nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez még jól is jön, hiszen az orosz szuverenitást, a saját termelésre átállást, az orosz függetlenséget erősítik ezek a szankciók, amit nem tettek meg ilyen-olyan okokból, lustaságból, meg majd ráérünk arra még alapon az elmúlt években. Azt most kénytelen az orosz politikai élet megtenni, tehát Oroszország saját lábra áll, erősíti a szuverenitását. Ez is benne van abban, hogy miért ilyenek a számok, amilyenek. Tehát az egészen biztos, hogy az orosz társadalom nagy többségét nem rázta meg az elmúlt év, tehát akármennyire innen ilyen rosszul nézett ki az egész, és a jövő évben, a következő évben is arra lehet számítani, hogy nagyobb veszélynek tartják a NATO fenyegetését, mint azt, hogy tehát úgy gondolkodnak, hogy egy ilyen helyzetben nem lehet félre kell tenni a kritikákat, majd ezt később meg lehet beszélni, most ki kell tartani, föl kell sorakozni a hatalom mellett, konszolidált a társadalom a hatalom mellett. Ugyanakkor, és itt megint visszacsatolok arra, hogy miért van szükség arra, hogy például a béke lehetőségét valahol fölvillantsák és ott tartsák, ahogy van fény az alagút végén, mert a társadalomban, ahogy említettem, 70%-ra fölment a szorongás érzése. Tehát ez egy teljesen természetes emberi viselkedés, és ezt addig kell kezelni, és úgy kell kezelni, amíg ez nem robbanik ki. Tehát ez valahol mélyen benne van. Európa is szorong, vagy még Amerikában is szorongnak így van, sokan azokra a háború miatt, akkor mi a helyzet Oroszországgal, aki a hadviselő fél? Így van, tehát hogy ez teljesen természetes érzés, és ezzel a politikának számolnia kell. És úgy tűnik, hogy számol is, és én azt látom például, hogy a következő évben is akkor, tehát milyen faktorok miatt inoghat meg a társadalmi stabilitás Oroszországban. Az egyik az elmúlt év tapasztalata alapján az egyértelmű, hogyha újabb mozgósítási hullám lesz. Azt nehezen viseli a társadalom. Szerinted lesz? Nem zárom ki. Egyáltalán nem zárom ki. Tehát valószínűleg itt is előjön egyfajta nagyobb közömbösség, mert ezt is megszokják. Mindent meg lehet szokni. Meg lehet szokni, így van. De ez azért... Ez mindenkit közvetlenül érint, hogyha az ő férjét, fiát viszik a frontra, azt senki nem akarja, Oroszországban sem. Tehát ez az egyik. A másik az, hogyha a gazdasági helyzet látványosan megbillenne. Ugye említettem, hogy az orosz hatalom erre
ügyel a szociális biztonságra, és nem látok olyan számokat sem, vagy olyan perspektívát sem, hogy ezt ne tudná biztosítani. Tehát ez én úgy látom, hogy ennek sem áll fönt, egy nagy összeomlás veszélye, fogalmazunk így. A harmadik pedig természetesen az, hogy az úgynevezett különleges hadműveletek hogy alakulnak. Tehát azt láttuk, hogy a Harkivi fronton elszenvedett vereség, a kivonulás, a herszoni kivonulás azért társadalmi fölzúdulást, tüntetéseket nem generált az orosz társadalomban. Tehát amit hallottunk, az a háborús párt. Tehát az elégedetlen volt, de ez a széles társadalmi rétegeket ilyen mélyen nem érintette meg. Ez is változhat, hogyha itt komoly vereséget szenvednének az orosz csapatok, az egyértelműen hatna a társadalmi stabilitásra. Ugyanakkor tehát a közhangulatot igazából a legjobb gyógyszer a közhangulat fenntartására, jó közhangulat, vagy a viszonylag jó közhangulat fenntartására a győzelem, ez egyértelműen. Tehát az, hogyha látszik a háború vége, a béke esélye, vagy legalább a tűzszünet esélye, és ez egyértelműen összefügg azzal, hogy az orosz erők közelednek a céljaik eléréséhez. És ilyenkor még a kergesztusokat is lehet gyakorolni, mint ahogy ezt a mostani tűzszünet mutatja. Így van. Tehát azért, hogy az orosz társadalom sincs olyan jó állapotban, azt mutatja, hogy ugye most Oroszországban 10-éig, 12-éig munkaszünet van, évvégi ünnepek vannak, ma Szenteste, holnap a karácsony, az ortodox karácsony. Ennek ellenére az orosz társadalom hangulata a Superjob felmérése szerint tehát csak 28%-ának ünnepi. Tehát ezekkel mind számolni kell, és akkor még egy dologról nem beszéltünk, nem említettünk, hogy ami egyébként a médiában előtérben van, az orosz elitnek a hangulata. Az orosz elitben a szorongás, az a bizonyos szorongás az elsősorban azért van, mert 2024 közeledik, 2024 a elnökválasztás éve. A politikai átmenet, az hatalmi átmenet, az utódlás éve, ami nem azt jelenti, hogy okvetlenül, hogy Putyin lelép a színről, de nem, itt is van egyfajta bizonytalanság. Itt néhány hónapon belül el kell dőlnie, vagy valamiféle jeleket kell látni, hogy milyenekről is szó van, hogy akár 23-ra előre hozzák a választásokat, de legalábbis el kell dőlni, hogy milyen forgatókönyv irányába indulnak el a dolgok, mert az elitben megindult a helyezkedés, a túlélés stratégiája, egyébként a társadalomban is milyen védekezési reflexek indultak be, túlélő üzemmódba állt át a társadalom, tehát elfordult a politikától, ez mondjuk jó hír a Kremlnek, és inkább befelé, a magánélet felé fordul, felértékelődtek a baráti, rokoni kapcsolatok, tehát válsághelyzetben ez egy védekezési reakció. Az elit védekezési reakciója az, hogy mindenki egyéni túlélési terveket készít, meg akar maradni a 2024 utáni rendszerben is, ami ugyanez a rendszer, de hát azért nem tudjuk, hogy Putyin marad, Putyin folytatja, véleményem szerint folytatja. Hát azért látjuk a mozgást, mondom, a leglátványosabb példát hadd mondjam, például Medvegyev mozgását. Medvegyev, aki elmegy Kínába, találkozik Xi Jinpinggel, folyamatosan kommunikál, folyamatosan a legkeményebb mondatokat mondja, és hát ő úgy tűnik, sokan úgy látják, hogy visszaszállt a versenybe, visszaszállt a politikai utódlásért folyó versenyben, tehát Sólyú kiesett, Medvegyev visszajött. Így van, tehát Medvegyev potenciális utódjelölt. Megerősödött az érzés is, hogy esetleg Putyin elvesztette az orientációt, és akár még le is léphet a színről. Véleményem szerint ezek
egyelőre inkább vágyvezérelt gondolkodást fejeznek ki. Medvegyev esetében az az érdekes, hogy ő talán egy háborúpártibb, egy radikálisabb politikus szerepét játsza most. Most egyébként pedig egy technokrata liberális volt korábban. Tehát ő neki ezért is kell most bizonyítani. Tehát sokkal inkább bizonyítani, hogy ő megváltozott, ő nem az, aki volt. Ezt azért a háborús párt nem hiszi el róla. Tehát mikor fölmerül az, hogy Medvegyev egyfajta potenciális utód lehet, akkor azért ott fölhorkannak a háborús párt oldalán. Egyébként pedig, ha már itt annyit emlegettem a háborús pártot, tehát akkor a politikai eliten belül, tehát inkább, mint a társadalomban beszélek most, a politikai eliten belül egyértelműen az erőszakszervezetek, a háborús párt, mondok néhány nevet, Prigozsin a Wagner csoportnak a vezetője, Kadirov, tehát azok, ezek az arcai háborús pártnak, és az már említett katonai tudósítók, a Vajenkorok, és az úgynevezett békepárt az nem látszik jelen pillanatban, tehát ő csendben van, hallgat, de hát azért nagyon sokan gondolják úgy az eliten belül, hogy most már jó lenne a háborút befejezni, mert rendezni valahogy a nyugattal a kapcsolatokat, és újra elinduljon a gazdaság, növekedés. Tehát mondjuk itt German Greffre gondolok, Elvira Nabiull, tehát a Sberbank elnöke, vagy a Elvira Nabiullina, a Nemzeti Banknak az elnöke. Tehát ők racionális gazdasági megfontolásokat követve vannak a békepártyán, és van az oligarcháknak az a része, amelyik a saját nyugaton ragadt pénzeit félti, és azért amiatt aggódik, és ezért békepárti. Egyébként pedig visszacsatolva arra, hogy a társadalom miért ilyen viszonylagosan nyugodt, miért ilyen jók azok a számok ahhoz képest, hogy milyen év van mögöttünk, az például az is hatott rá, hogy megnyugtatólag hatott az orosz társadalomra, hogy hó, bajban vannak az oligarchák végre. Tehát lehet, hogy nekünk az is rossz, de... Az ő vették el. Így van. Tehát van a politikai életben egyfajta turbulencia, a háború közvetlenül már megérinti a társadalom szélesebb rétegeit, de annyira nem üt oda, és ha ezt tudja tartani az orosz vezetés, akkor a hátország viszonylag stabil marad, ha a gazdasági pozíciókat a jelenlegi szinten ezeket tudja tartani, a trendek folytatódnak, akkor Oroszországban a hátországgal nagyobb probléma nem lesz. Tehát nem 90% fölötti a háború támogatottsága, mint Ukrajnában, ahol a saját hazájukat védik, meg egyébként is egy csatornás, ott is a tájékoztatás. Ilyen értelemben Oroszországban azért a cenzúra ellenére mellett is nagyobb, szélesebb a spektrum, tehát hogy más hangok is megjelennek, főleg az interneten, vagy a Telegram csatornákon, különösen az utóbbin. Tehát én azt várom, hogy hatni fog a társadalmi elvárás, ez természetes módon mindig a politikai elitre, a Kremlre is, tehát afelé fogja lökni meg a gazdasági helyzet is, hiszen ne felejtsük el, egy háború gazdasági szempontból sem fönntartható a végtelenségig. Tehát afelé fogja lökni, hogy minél előbb érje el a céljait, tudjon legalábbis tűzszünetet kötni, most nem a karácsonyi tűzszünetre gondolok, meg 36 órásra, hanem egy éves, két éves, mert véleményem szerint ilyen tűzszünetekről beszélhetünk a jövőben, nem pedig tartós békéről, de ahhoz még a télen területszerzés szükséges orosz oldalról, tehát a Donbasz fölött az ellenőrzést, a teljes Donbasz fölött az ellenőrzést meg kell szerezni. Ez a minimum ahhoz, hogy és nem szabad további területeket veszteni az eddig megszerzettekből. Ez a minimális feltétele annak, hogy esetleg a nyár körül leülhessenek mondjuk tárgyalni. De
egyáltalán nem zárom ki azt sem, hogy erről szó sem lehet, hanem ez az év is csak a háborúval, háború jegyében telik el. Meglátjuk. Na, jó, elment az időnk, de szerintem sok mindent sikerült ismét átbeszélünk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Ez volt a Moszkva tér Stier Gáborral, a moszkvatér.com főszerkesztőjével. Köszönjük szépen. Köszönöm a figyelmet.